19 évnyi előzmény után, tízesztendővel ezelőtt megalapítottuk a Magyar Művészeti Akadémiát, és végig az a kettős célunk volt, hogy a makoveci, gyurkovicsi, páskendi szellemiség úgy maradjon meg, hogy közben erre alapozva intézményesítünk, és ma már egy intézmény család szolgálja a magyar kultúrát, a nemzeti és egyetemes értékeket. Nyereségünk, hogy kialakítottunk Számos támogatási programot, egy művészeti modellt, az ösztöndi rendszer rendszer rendszerünkön keresztül, díjakon keresztül, de vannak nagy veszteségeink is. Most, ha csak a tíz év során elveszített, választott tisztségviselőkre gondolok, ma már nem emlékezhet meg velünk. Kampis Miklós, a felügyelő testület tagja, vagy éppen Erdély Zsuzsanna, Kopzos Kis Tamás, Simon Károly, tagozatvezetők és három olyan uh, csodálatos férfiú, mint Sára Sándor, Jankovics Marcel vagy Fekete György. Ön nélkülük ma nem jutottunk volna el oda, ahol most vagyunk.